A Bicskei Gyermekotthonban történtekről fogunk beszélgetni. Fővárosi szemmel Tüttőkat a főpolgármester helyettessel. Jó reggelt kívánok, mert hogy elkészült az a 21 oldalas jelentés, amit a főpolgármester utasítására a főváros elvégzett, és a végéről kezdem, ahogy kommentálta a fejleményeket, az eredményt Karácsony Gergely. Úgy fogalmaz, hogy bejelentés születtek, feljegyzések, adminisztrálták magukat az illetékesek, csak éppen a legfontosabb hiányzott az emberség, a felelősség, a gondoskodás, az, hogy a gyerekek legyenek a középpontban, és bocsánatot is kért. Megelőzhető-e ez után, amennyire felgöngyölítette most a főváros azt, ami történt, aztán majd belemegyünk a részletekbe, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő? Ezt a célt tűztük ki. Ugye miért foglalkozunk többek között ezzel? Mik az elemei, mi történnek? Ugye meg kell értsük a múltat. Ez volt az első, amiről egymás között beszéltünk a városvezetés tagjaival. Meg kell értsük, hogy mi történt. Ugye a Bicskei Gyermekotthon 2011-ben fővárosi fenntartású intézmény volt. És mi történt? És én nem jogász vagyok, nem jogászkodni fogok. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy vannak rejtett ügyek, vagy lehetnek rejtett ügyek gyerekotthonokban, mert az áldozatok nem kérnek segítséget. Ugye ebben az esetben az történt, hogy gyerekek, akik az állam gondjaira vannak bízva, a közgondjaira, mert nincs édesapjuk és édesanyjuk, hogy megvédje őket, segítséget kértek. Segítséget kértek felnőttektől. Segítséget kértek a fővárosi önkormányzattól, a gyermekvédelmi szakszolgálattól, a rendőrségtől. Látta a bejelentésüket az ombudsman, és a végén senki nem segített nekik. És mit láttak a gyerekek 2015-ben, 16-ban? Hogy ahelyett, hogy János bácsi, aki bántotta őket éveken át börtönbe lenne, ehelyett kitüntette őket a köz. És ezzel van dolga a közösségünknek. Bocsánatot kell kérjünk. Mert ugye a köznek dolga az, hogy megvédje a gyerekeket, aki a gondjaira van bízva. Dolgunk van azzal, hogy megértsük, hogy miért nem működött a riasztó rendszer. Mert ugye nem az van, hogy nem volt felépítve egy rendszer. Nem az van, hogy nem volt elég jogszabály. Rengeteg jogszabály van. Az összes papír, amiket látunk, az tele van jogszabályokkal. És mégsem működött. Tehát volt riasztó, de utólag egyértelműen látszik, hogy hiába látta egy csomó olyan felnőtt, akinek dolga volt a gyerekek bántalmazásával a bejelentést, a nap végén mégsem tudtak segíteni. Tehát meg kell értsük, hogy miért nem működik. Ugye? Van dolgunk a jelenben. És erről szól, a főpolgármester elrendelte a hivatali vizsgálatot. Ennek az eredménye van most kint. Ez mit tett? Összeszedte az összes dokumentumot, ami fellelhető volt a házban, hogy megértsük, mert ez egy írásbeli műfaj, a közigazgatás, hogy mi történt, milyen nyoma van ennek a papíron. Mi a következő lépés? Főpolgármester úr javasolja a fővárosi közgyűlésnek, hogy egy vizsgálóbizottság is álljon fel, hiszen a hivatal nem vizsgálhatja a városvezetés tagjai, de dolgunk van azzal, hogy megértsük, hogy ki mit értett, mit tudott, de nem azért, hogy itt ilyen boszorkányüldözés legyen, azért, hogy tudjuk a jövőt jobbá tenni. És emellett bemegy egy csomag is a fővárosi közgyűlés elé, amiben intézkedések vannak, mert ugye mindig az a első kérdésünk egymás között, hogy mit teszünk ma a gyerekekért Budapesten. Ugye a nap végén az alapvető probléma, ha én jól látom, ebben az ügyben az volt, hogy a jelzések megszülettek, ott a dolgozók részéről a gyerekek bevállalták, ez eljutott a fővárosi gyerekvédelem vezetőjéhez, aki viszont azt mondta, ugye Csókai László ezzel indokolta a Népszavának, hogy a rendőrségnek sokkal szélesebb természetesen nyomozati köre van, mint a gyerekvédelemnek, és ezért ő azt mondta, hogy ha itt a rendőrségi nyomozás elindult, akkor ez az ügy jó úton halad. A rendőrség 9 hónap után valamiért 12-ben azt mondta, hogy nem lát bűncselekményt, évekkel később látott, viszont ezek után a szóbeszédre, a gyanúra alapozva meg kellett volna akadályozni ennek az embernek a kitüntetését? Úgy, hogy nincsen jogerős bírósági ítélet, egyáltalán még bűncselekmény sem, még abban a szakban se jutott el az ügy. Mondtam, nem vagyok jogász. A gyerekek szenvedését kellett volna csökkenteni. Ugye, hát, ugye nézzünk egymásra politika, mi nem jogászkodunk ebben az ügyben, hanem tartalmilag mit látunk. A gyerekek segítséget kértek a főváros kormányzattól közvetve, aki nem rövidítette meg a szenvedésüket, nem gonoszságból, nem vádolok senkit,
csak ugye tartalmilag meg tudjuk állapítani, hogy a fővárosi önkormányzatnak lehetősége lett volna a gyerekek szenvedését csökkenteni, mert kiderült, hogy a gyerekek igazat mondtak. De mit tudtani, és a gyereknek a meg kellett ahhoz hallnia, hogy utána a rendőrség, a köz komolyan vegye az ügyet. És ez rágja a lelkünket, és ezzel dolgunk van. Igen, erről szól a vizsgálat, hogy megértsük, hogy mi az, ami hiányzott akkor. Hogy miért van az, hogy volt egy csomó riasztó, és mégse védte meg a gyerekeket. Van lehetőség arra, hogy az illetékest megkérdezzék, aki mondjuk ebben az ügyben a nyomozást folytatja, vagy ezeket a részleteket is bekérjék? Mert ugye azért ez az érdekes, hogy itt a rendőrség miért nem talált semmilyen problémát akkor, és később miért? Dolga van ezzel a rendőrségnek, hogy megértse. Dolga van ezzel az állami intézményrendszernek, dolga van ezzel a fővárosi önkormányzatnak, mindenkinek meg kell tenni a maga feladatát, hogy megértsük a múltat, hogy ki tudjuk javítani azt a hibát, ami benne van, és nem vagyok benne biztos, hogy több jogszabályt kell csinálni, hanem lehet, hogy egyszerűen nem voltak meg a minták, hiányoznak a szakemberek, de ezt jogszabályokkal nem fogják rendbe tenni. De ehhez össze kell dolgozni a köz egészének, hiszen a köz egészével szemben rendült meg a bizalom. Hát az volt a gondolat, hogy a köz meg tudja védeni azokat a gyerekeket, akinek nincsenek szülei, megvédjék őket. És most ez a bizalom ingott meg, és ezt helyre kell állítsuk. És ugye akkor ennek ezért tesszük mellé a jelent is. Mert a saját lelkünket is vizsgáltuk, hogy mit tesz ma a fővárosi önkormányzat a gyerekekért, miközben a gyerekvédelem már nem fővárosi feladat. Megy be egy csomag jövő héten a fővárosi közgyűlés elé, nem most ebben kezdtünk el rajta. Mi lesz az a jelen helyzethez képest? A jelen helyzethez képest inkább csak bemutatjuk azt, hogy az önként is vállalunk feladatot azért, hogy meg tudjuk védeni a gyerekeket. Ez bemegy egy program a családon belüli erőszak megelőzéséről, ami igazából gyerekekről és az édesanyákról szól. Bemegy egy program, ami egy lakhatástámogató program. Van egy szolidaritási alapunk, aminek van lakhatási eleme, és van családon belüli erőszak eleme, van áldozatsegítésről szóló eleme, van benne segélyvonal, létrehoz a fővárosi önkormányzat egy áldozatvédelmi fórumot, megnyílik egy újabb pályázati keret, egy nemzetközi szervezettel együttműködésben, ami gyermekek korai fejlesztéséről szól, de ez nem most, az elmúlt két hétben kezdtünk el ezen dolgozni. A jövővel kapcsolatban meg a munka meg most indul, ami részben feladata lehet a vizsgálóbizottságnak, ami arról szól, hogy megértjük, mit rontottunk el, mint köz, és hogy mit kell ahhoz tegyünk, hogy a jövőben ez ne fordulhasson. Napirendre kéne venni, hogy ilyen típusú kitüntetéseket vissza lehessen vonni? Visszavonta a fővárosi önkormányzat a kitüntetést. És a jövőben mit tudnak megtenni azért, hogy oda se kerüljön? Mert ugye itt vita nélkül fogadta a közgyűlés is, egyébként pedig és a parlamenti bizottság is. Javaslatot tesz erre a főjegyző ebben a jelentésben, hogy ezt a közképviselőinek, a politikusoknak meg kell érteni, hogy ez hogy történt, és kell ezzel foglalkoznia, hogy ez hogy ne történhessen meg. Erre ma nincsenek még kész válaszok. Ezen kell dolgozzunk, meg gondolkozzunk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.